Itt most mondjad, mi készül. Joker. Aha. Mondjad, mi készül. Mondjad már, hogy mi készül. Tony, bazd meg. Na. Party. Itt vagyunk Rönyinél. Fagyi készül. Fagyi. Na, ahogy készül a fagyi, most mondjad, légy szíves. Úgy készül, hogy mindjárt kurva ideges leszek, és ezt lekapcsolom, mert szét ég a kezem, és már valószínűleg jó lesz. Ez tojás sárgája főként, meg két fehérje, cukorral és vanilás cukorral, és gőz fölött így besűrítettem. És ezt most le fogom hűteni. Hidegen, 10-20 fokos után. És amikor levült, akkor felvertelszínhabban el fogom keverni, belesimítgatom abba a vegy formába, kicsit ráfagyasztunk, akkor rárakjuk ezt a fehér boros, citromos, eper zsönét, amit tegnap otthon már előre megcsináltam. Amikor egy kicsit az is megfagyott, akkor rásimítunk egy következő réteget, valahova még beleaplikálunk ilyen kekveket. És akkor ez szép megfagy. És fogunk majd pirítani magyarót szárazon, és azt rászorítjuk a tehére. Ez is a fagyiba lesz. Bizony, de ezek az evőpárcikái a fagyiba. De megfogjuk most már mindent. Megvan? Tökéletes. Nagyon jó. Szavaztat. Milyen meglepődött fejjel néz. Fogom a formát. Fogod a formát ki. Alul. Ráadat hátát, együtt megfordítod. Hol. Nem voltunk jók. Ki? Lehet, hogy nem csináltam elég meleget neki. Tudod mit kell? Itt át kell fúrni egy 6-os fúróval, aztán akkor levegőt kap és kijön a fagyi. Nem a vákum miatt van benne. Lekötök egy jé. Az a... Ja nem. De és nem lehet ki menni egy jeget? Hát gumikalapács van? Nincs gumikalapács. Kézzel melegesét, akkor mit tudom én. Túlolvad szerintem. Mi van beleírva? De jó. Nem tudom elolvasni. Gyere Rönyikém, mert izé van, észosztás. Végén? Jó. Kösz. És mondjuk, ezt fogom menni. A naplómnak mondom, hogy ha meghalnék, akkor ettől volt. Az mi az? Mit csinálják vele? A magyarok? A legyet is várja, elkapom neked. Nagyon finom. Ne, hát el akarom kapni. A VNF-től elment a picsába. Mindjárt leszáll, és akkor elkapom.